A szakrális építészet az egy nagyon régi dolog, ez egy külön titkos tudomány volt, ami volt is kapcsolatban a kabbalával, meg nem is. Eredetileg valószínűleg nem volt, mert a szakrális építészet, mint titkos tudomány, az kora középkori dolog, érték, akkor még kabbala se volt, és különben is, ha volt is valami kapcsolat később, a szakrális építészet nem sok mindent tudhatott a kabbalából felhasználni, mert a kabbalában olyasmikkel foglalkoztak, mint a tetragrammaton, de az építésznek térformákban kell kifejezni szimbolikusan, amit szeretne, és ő például az ilyennel, mint a tetragrammaton, hát mit tud csinálni? Hát elhelyezi a tetragrammaton díszítő elemnek valahová, de annyi. Na most ez egy szimbolikus építészet volt, mert az mit jelentett? Azt, hogy a katedrális az nem egyszerűen csak az Istenháza, hanem az a világ mindenségnek a megjelenítője, a szimbóluma, és akkor azt úgy kellett felépíteni. Ez, amit itt látnak, ez a kölni dóm. Hát úgy tessék elképzelni, hogy a tornyai 157 méter magasak, és hogy mégis mekkora lehet az, az körülbelül kétszer akkora, mint a Szent Mihály templom tornya. Érti. És ha jól megnézik, akkor a tetőzetnek a gerince van körülbelül olyan magasságban, mint amilyen magas a Szent Mihály templom tornya. Egy óriási nagy épület, hát elég sokáig épült, mert tulajdonképpen hát több száz évig eltartottam, eddig ezt úgy befejezték. 1248. augusztus 15-én kezdték építeni. Ezt a dátumot nekem azért volt könnyű megjegyezni, mert ez napra 700 évvel azelőtt történt, ahogy én megszülettem. És nagy boldogasszony nap volt, mert augusztus 15-e volt, és tudjuk, hogy nagy boldogasszony napján nem szoktak dolgozni, de ez egy szent munka volt. Itt a nagy katedrális alapjait kellett lerakni, és a katedrális építészetben minden szimbolikus, értik? Az épületszerkezet, az alaprajz, a tájolás, a díszítő elemek és minden, és ez titkos tudomány volt, ahol ugye a beavatott mesterek adták át egymásnak a tudományukat. Ennek az építésze, a tervezője Gerhard mester volt, a nagy titkok tudója, aki ezt az egészet megtervezte, és voltak ilyen titkos társaságok, és ezekből lettek például a szabadkőművesek. Azt nem véletlenül hívják szabadkőművesnek, mert ezek katedrális építő mesterek voltak eredetileg. Na most felülről ez így néz ki, látják, hogy tökéletes tájolással az oltár az kelet, tehát jobb oldalt, a bejárat bal oldalt, ahol a két torony, és éppen itt, ahol a kereszteződés van, ott van az a kupolaszerű valami, ahol a fény bejön. Hát, ha így fordítjuk, akkor mindjárt könnyebben eszükbe jut, amit már egyszer mutattam maguknak a Szent Mihály templomra, hogy ez tulajdonképpen az életfának a szerkezete, és akkor látjuk, hogy ez hogy van. Hogy ahol a genetikai kódnak a helye van, a 10-es lent a Malkut, az felel meg annak a helynek, ahol fent, magasan, az oltár fölött szokott lenni a tetragrammaton. Ez a tetragrammaton, ez nem onnan van, mert történetesen a kölni dómban nincsen ilyen, ez a Bécsiből való, de ott szokott lenni. Az oltár az ott szokott lenni, ahol megjelöltem, ez az, amit mondtam a múltkor, hogy adventkor lila színű lesz az oltár, mert a születésre készülünk, és annak az a színe, és ahol a tifáret, a szépség, az felel meg annak a helynek, ahol a kupola van, ahol bejön a fény és a világosság, és akkor azt látjuk, hogy ahol az értelem és bölcsesség ott fent, annak felel meg az a két torony, és a két torony az, ami hirdeti
a harangokkal az értelmet és a bölcsességet, mármint az isteni értelmet és az isteni bölcsességet, és a korona az meg nincs sehol, mert a korona az kívül van, mert az arról szól, hogy ott vannak a céljaink, meg minden, és a templomba azért megyünk, hogy mikor kijöttünk, akkor ott már a céljainkat, azt már úgy tudjuk megvalósítani. És akkor látják, hogy ez milyen szép együtt, ez pedig a Milánói dóm. Hát ez valami elképesztő, a Milánói dóm, ez is jó régi, és ezt úgy tessék elképzelni, hogy hát ez egy jó magas épület, ott látszik, hogyha az emberekhez viszonyítom, hogy nagyon magas, és látszik, hogy nagyon díszes. De az, ami a legérdekesebb benne, az innen ebből a nézetből az utcáról nem látszik. Mert tudják, hogy mi ott a legérdekesebb? Járt valaki a Milánói dómba? Igen. Igen. És akkor mit akarok én itt most mondani? Felment a tetejére? Akkor elmulasztotta. Na, nem baj, akkor most meglátja, hogy mit mulasztott el. Tehát így már látszik valamennyire, hogy mi van ennek a tetején. És az is látszik, hogy milyen lent van az utca, hogy ez milyen magasan van ott fent, és hogyha így nézzük, akkor látszik, hogy a díszítő elemek erdeje. És akkor elkezdünk gondolkozni, hogy mennyit kellett ezen dolgozni. Hát gondolják el, az iszonyatos nagy munka, hogy azt kőből megcsinálni azt a rengeteg mindent, miközben az utcáról az nem is látszik. Hogy építészeti szempontból ennek a ferdének mi a szerepe, hát az világos, ez egy nagy boltíves templom, és oldalt támasztani kell a falakat, hogy a boltívet bírja el, és a boltív ne nyomja szét a falakat oldalra. De hát gondolják el támasztó pilonnak, hát közönséges sima gerendák tökéletesen megtették volna, mert ugyanúgy tartanák, és itt meg látják, hogy mi van. Így most jobban látjuk, és itt azt is látjuk, hogy ott lent látszik egy ember. Vagyis azon az erkély szerűn ott végig lehet menni. És akkor, annak idején ez ugyanúgy, mint a kolostoroknak a kerengője, ahol lehetett csendbe sétálni, és gondolják el, hogy akkor csend volt, és nem volt utcazaj. És ott lehetett csendben elmélkedni, meditálni, és a magasan levésnek az érzésével, ami hozzátartozik, hogy ez egy fantasztikus meditációs hely volt, mert nézzék meg, hogy itt mi. Azt látjuk, hogy a díszítő elemek úgy vannak, hogy vannak ilyen körök, és akkor azokban ilyen négy szirmú virág, minta, hát leginkább annak lehet ilyen négy osztatú minta, és akkor azt látjuk, hogy ezek a körök úgy vannak, hogy a kör az folytatódik a mellette jobb oldalt levőbe, látják úgy felfelé, és a következő az megint úgy átmegy és folytatódik, és ha elgondoljuk, hogy ez hogy lehetséges, ez az ilyen fajta alakzat, akkor az csak akkor lehet így, hogyha az egy kettő spirálnak az összenyomott formája, értik? És akkor az, hogy itt négy elemből áll ez az egész, hát annyiból áll, amennyiből kell, mert annyi betűből áll a tetragrammaton, és ha most másik rálátás szerint nézzük, úgyhogy itt van alul ez a sáv ezekkel az elemekkel, és ott vannak fölötte azok a kis oszlopok. Akkor ha azt nézzük, és nézzük egy darabig, akkor egyszer leesik, hogy ez pont olyan, mint amit mondtam ott, hogy azt az alsó félzipzárt, azt jól jegyezzék meg, mert ez pont olyan, emlékeznek rá, és látják, hogy mi van. Az, hogy szimbolikusan milyen gyönyörűen ki van ez fejezve, díszítő elemformájában, hogy ez valaminek a fele. És honnan lehet tudni, szájbarágóan el van magyarázva, nézzék meg, hogy ezek közt a kicsi felfelé nyúló oszlopok közt ott ismétlődik a négy osztatú virágmintának csak az alsó fele, mert az alsó virágszirom megvan egészben, az oldalsók azok megvannak félig, és akkor azt meg lehet érezni, hogy
ez valaminek a fele, és ez vágyakozik a másik felére, és a másik fele az az égbe van, értik, és az úgy illeszkedik hozzá, és az úgy lesz egész, és akkor világos, hogy a földnek és az égnek az egysége, az itt mind ki van szimbolikusan fejezve, és az is érdekes, hogy itt most fehérrel megjelöltem azért, hogy jobban lehessen látni, hogyha nem restellenék megszámolni, egy kicsit így nehéz. 20 van, pontosan annyi, amennyi kell, mert 20 aminósav van, értik? És akkor 20 ilyen kell, hogy legyen. És akkor, ha most elgondoljuk, hogy ez mint meditációs hely, ahol a nagyon mély szimbolikusságnak ez az erdeje, ahol az ember oda felmegy, és ahol úgy érezheti magát, mintha a sejtmag legközepében lenne, az élet alapjának a közvetlen közelében, hát akkor el lehet gondolni, hogy ez egy micsoda hihetetlen meditációs hely tudott lenni, és gondolják el, hogy ezek az emberek ezt megcsinálták, és mondom, az utcáról nem látszik, és ha maga nem ment oda fel, akkor nem látta a csodát, mert ma már a turisták felmehetnek oda csodát látni, de az nagy kérdés, hogy vajon hányan látják a csodát tényleg, meg ott van csoda, amit látni lehet, de nem baj, még pótolhatja, nem veszett el semmi. És akkor ehhez még csak annyit, hogy más részről viszont az az érdekes, hogy a tudósok közt is voltak olyanok, akik nagyon is érezték, hogy amikor a genetikai kóddal foglalkozunk, akkor valami szakrális dologgal foglalkozunk. Hát azért, hogy lássák meg, hát elhoztam George Gamow. Ki volt George Gamow? Valószínűleg tudják, fizikus volt. Nagyon jó tudományos ismeretterjesztő munkákat tudott írni, mert olyan két szólamú nyelven tudott fizikáról is beszélni, értik, úgyhogy azt gyönyörűség olvasni. És ő tulajdonképpen orosz volt, és hát nyugat-európai egyetemeken végezte a tanulmányait, utána hazament Szovjet-Oroszországba, amit rövidesen meg is bánt, kétszer is megpróbált onnan elszökni, de nem sikerült, mert vihar lett, és ő meg át akart kajakozni a Fekete-tengeren, vagy ott a Balti-tengeren, és vissza kellett menni, és aztán végre 1933-ban kapott a feleségével útlevelet egy brüsszeli konferenciára, és aztán oda, amikor elment, akkor utána már Amerika felé ment haza, nem Szovjetunió felé, és így lett belőle amerikai tudós. Na most hát George Gamow így nézett ki, nem véletlenül van itt a 3 éves kori képe, mert látják, 1968 óta ő nincs köztünk, ő a mennyek országában van, értik? Mert Jézus azt mondta, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, akkor oda nem mentek be, hát ő olyan volt. Azért hoztam ide. Orosz volt, és nagyon benne volt, valahogy kulturálisan is hozta magával, de úgy egyéniség szempontjából is olyan volt, hogy úgy nagyon érezte ezeket a spirituális dolgokat, és hát később így nézett ki, de látják, hogy semmit nem változott. Hát szemüvege lett neki, de teljesen ugyanaz. Igaz, hogy teljesen ugyanaz. Ugyanaz az arc, rá lehet ismerni. És hát, hogy ő milyen tudós volt, mondom, világhírű fizikus. És az ő nevéhez fűződik az, hogy 1948-ban, ebben a tanulmányban megjósolta, hogy abban az esetben, hogyha az ősrobbanás elmélete helyes, akkor kell, hogy legyen egy azonosítható kozmikus háttérsugárzás, amit majd 1964-ben meg is találtak, azonosítottak, de ez a fizika történetének egy alapfontosságú munkája. Na most ezt miért hoztam ide? Látják, hogy ennek van 3 szerzője. Tudni kell, hogy ezt Gamow írta tulajdonképpen. Alfer az ő tanítványa volt, akivel beszélgetett ő erről, és BT-nek pedig
az égvilágon semmi köze nem volt az egészhez. Ott dolgozott ő is a kutatóintézetbe, de ő nem foglalkozott vele. Gamow ragaszkodott hozzá, hogy a szerzőkhöz legyen feltüntetve. Mégpedig azért, mert Gamow nem olyan tudós volt, mint amilyen a mostani tudós eszmény, hogy könyököljünk, harcoljunk, publikáljunk, meg ne előzzenek idézettségi index érték, hanem Gamow azért művelte a tudományt, mert szerette, mert kíváncsi volt, élvezte, és tudta, mi a tudomány. És nem az volt, hogy lehetőleg mindenkit hagyjunk ki azért, hogy a dicsőséget egyedül vigyük el. Nem. Ez neki nem számított. Ennél sokkal fontosabb volt, hogy ha ez egy olyan tanulmány, ami arról szól, ami a kezdet kezdete, az ősrobbanás, ahonnan minden elindul, akkor a szerzők neve az úgy legyen, hogy Alfer Bete Gamow, hogy az alfa béta gammát adja ki. A görög ABC betűit, és a béta az csak azért lett itt, hogy ne legyen hiányos a görög ABC, érti? Na most ez nagyon sok mindent elmond erről az emberről, és hát 53-ban, amikor megjelent a Krikkék tanulmánya, akkor ő ettől nagy izgalomba jött, és ő is ezen nagyon elkezdett gondolkozni. És itt van egy levele, hát nagyon aranyos angol helyesírással van, de tessék elgondolni, hogy ez már 20 éve Amerikában él ekkor. Linus Paulingnak írja, aki az világ egyik legjobb fizikusa volt akkor, hogy ő most mivel foglalkozik ezzel a genetikai, de mivel kezdi, azt mondja, hogy I am playing, tehát játszik. Neki a tudomány az játszadozás, értik, mert én mondom, hogy ő nagy gyerek maradt végig, és azért annyira szimpatikus, és azt mondja, hogy I'm getting some amusing results. Na most az amusing, azt akarja mondani, hogy amazing, értik? Tehát, hogy ilyen lenyűgöző, elképesztő, de azt írja, igaz kétemmel, hogy amusing, ami elég amusing, igaz, mert ez így szórakoztató, és a your opinion, azt is két P-vel, aztán az végig ilyen. Na most, akkor már lehetett tudni, hogy ez hogy van, csak azt nem lehetett tudni, hogy az aminosav szintézis az hogy történik. És akkor, hogy ezen elkezd gondolkozni, és próbálja kikalkulálni, és látják, hogy ilyen háromszög formák azok, amik neki ott motoszkálnak. Nagyon jó ötlet volt egyébként, mert igazából innen indult el az, hogy a kodon, hogy a három betűs valami, és a végén azt mondja, hogy it would be wonderful if it could be true. Hát ez gyönyörű, igaz? Hát volt egy ilyen ötlete, hogy ezek így kapcsolódnak, ez nem jött össze, de ilyen a kabbalában sincs, ilyen fajta szerkezetek, úgyhogy az nem csoda. És akkor, ahhoz, hogy kiderítsék, hogy történik, létrehozta a ribonukleinsav nyakkendő klubot, aminek 20 tagja volt. És pontosan 20 kellett, hogy legyen, mert 20 aminósav van, és akkor mindegyik tagja megfelelt egy aminósavnak, tehát Gamow volt az alanin, ott az elején, és nagyon jó népség volt. Ott van Tellerede középen, aki a leucin volt, meg Francis Crick, aki a tirosin volt, és akkor mindegyiknek volt ilyen nyakkendője, és azon nyakkendőtű, amelyiken rajta volt az ő ilyen neve, és az az érdekes, hogy ennek a társaságnak még volt 4 tiszteletbeli tagja. Mégpedig azért, hogy a 4 nukleotid is legyen, de az ide nem tartozott. Ez körülbelül olyan volt, mint ahogy a 64 plusz 8, 72-t kiad. És tessék elképzelni, hogy ez egy válogatott társaság. Ebből 8-an lettek Nobel-díjasok, azt úgy képzeljék el, hogy ez nem semmi. És akkor együtt gondolkoztak, mert ő érezte azt, hogy ha mi azt meg akarjuk fejteni, annak a titkát, akkor olyan keretben kell ezt csinálni, hogy az legyen szimpatikus, találjon velünk, formája szerint, látják, hogy ez egy nagyon... Hát mondjuk így nézett ki a társaság egy része, fent balra Crick, jobbra lent Watson, hát ott az egyiknek más nyakkendője van történetesen, de látszik, hogy ez hogy volt. Na most azt akartam ezzel mondani, hogy látják, hát ez a Gamow.
Ez egy teljesen komoly ember volt, ez világhírű fizikus. De érzi azt, hogy bizonyos dolgokat érezni is kell, és nem elég csak az eszünkkel tudni. És akkor nézzék ezt meg, ez egy színes üvegablak Crick tiszteletére, ami a Cambridge-i Caius College halljában van, és látják. Ha mi arra gondolunk, hogy hát ez a csúcs technológia, érti, ami a legújabb tudás. Hát arra gondolnánk, hogy a modernséghez az tartozna, hogy csinálják meg inoxból a DNS spirál háromdimenziós modelljét, amit ki lehet állítani a halba, diákoknak jó lesz didaktikai eszköznek is, ugye ott lehet látni. Nem. A művész azt érzi, hogy ezt más anyagba kell. És akkor mit csinál? Színes üvegablakba csinálja meg, hogy olyan legyen, mint a katedrálisok ablaka, értik? Mert érzi, hogy ez valami nagy szentségről szól, és a színeket is úgy választja meg, és hogy tényleg úgy választja meg, hát akkor ez a párizsi Notre Dame-nak a híres kaleidoszkópja az 1200-as évekből, ahol látják, hogy van, hogy középen van 8, utána a következő körbe 16, utána 32, és azon kívül most már 64 lenne, de nem fér el, de azért megoldja, hogy ott, ha 32 van, akkor is 64 legyen, mert ott vannak azok a tetragrammaton-szerű virágminták, de az alatta levő kör mindegyik eleméhez tartozik 2, és a mellette levőhöz is tartozik 2, és akkor igazából 32x2 az 64, ott fizikailag csak 32 van, de értik, hogy akkor az úgy kijön. Na most akkor a nagy kérdés. Az életfával kapcsolatban ez a nagy kérdés nem merült fel, mert az életfa arról szólt, hogy az a viselkedés rendszerünknek a szerkezet. És az intuíció az a viselkedés rendszerünknek a működése. És akkor teljesen érthető, hogy az intuíció annak a rendszernek a szerkezetéhez hozzá tudhat férni. A viselkedés rendszerünk az meg az idegrendszerünknek a működése végül is, amiről úgy tudjuk, hogy annak a határait pontosan meg lehet határozni. Ameddig tartanak a neuronok, addig tart az idegrendszerünk, ezt mi egy egységes, behatárolt hálózatként fogjuk fel, és minden azon belül történik, és a tetragrammaton az viszont kívül van ezen a rendszeren, mégpedig a sejt alatti szinten, értik? Nem, hogy a sejt alatt, hanem egyenesen a sejt magban, és akkor az intuíció hogy tud ehhez hozzáférni? Ez a nagy kérdés, hogy a sejt alatti szinthez. Hát, hogy mondjam, hogyha valaki normál tudományt művel, és eddig elér, akkor azt mondja, hogy ezzel nincs mit tovább gondolkozni, mert elértünk a lehetetlenségig, ezt az egészet el kell dobni úgy, ahogy van. Mert ezt szokták vele csinálni. Meg mit szoktak csinálni még az ilyenekkel a normál tudományban, amikor végképp nem tudunk valamivel mit kezdeni, akkor azt gyorsan nevetségessé tesszük. Jól kinevetjük, és akkor az eltakarja, hogy igazából nem mondtunk róla semmit, de világos, hogy ebben nem kell foglalkozni. És hát maguk emlékeznek, mit mondott Dawkins, hogy csak avval kell foglalkozni, ami tudományosan be van bizony. Hát ha ezt mi komolyan vesszük, akkor a tudomány soha egy lépést nem tenne előre, mert akkor csak avval foglalkoznánk, amit már tudunk. És én meg úgy gondolom, és ezt nem én találtam ki, hanem Francisco Varela-tól tanultam, aki egy remek ember volt, chilei volt, Humberto Maturana-nak volt a tanítványa, Maturana még mindig él, és az egy remek ember, higgyék el, biológus. És Varela nála tanult biológiát, utána Amerikában a Harvardon doktorált idegtudományokból, kiváló szakértő lett belőle, és amiután befejezte a tanulmányait, úgy látta, hogy még ebben is befejezve,
hanem akkor a Dalai Lámához kezdett járni, hogy megtanulja a tibeti buddhizmus meditációs gyakorlatait, meg azt a szemléletet, és utána nagyon jól együtt működtek a Dalai Lámával, úgyhogy létrehoztak ilyen munkacsoportokat, ahol voltak nyugati agykutatók, meg elmefilozófusok, és tibeti buddhista szerzetesek, és a tudat meg az elme problémáiról együtt nagyon érdekes dolgokat csináltak, és ő mondta azt, hogy ha valamit látunk, és nyilvánvaló, és nem értjük, akkor soha nem mondjunk olyat, hogy ez nem lehetséges. Mondjunk csak annyit, mint amennyit tudományosan mondhatunk, hogy mi ezt nem értjük. És nem mondjuk azt, hogy ez nem lehetséges, vagy hogy lehetetlen. Mert ha ezt mondtuk, akkor a tudatlanságunk alapján mindjárt olyat állítottunk, amit mi nem tudhatunk, hogy lehetséges vagy nem. És akkor én is úgy gondolom, hogy hát ha ez a kérdés, hogy hogy tudhat hozzáférni, akkor legfeljebb azt mondjuk, hogy nem értjük. De azért ne tessék azt hinni, hogy ez olyan reménytelen dolog. Tudnélik, itt látszik meg, hogy a tudományos modell mennyire csalóka tud lenni, és mennyi buktatója van. Azt mondtuk, hogy hát nekünk van egy idegrendszerünk, ami egy rendszer. Van egy genetikai rendszerünk, ami egy másik rendszer. Ahhoz, hogy eljussunk oda, ki kell menni az idegrendszerből, el kell menni egy másik rendszerbe, de hát ez csak a mi modellünkben van így. Ez a valóságban nem így van. A valóságban az van, hogy nekünk minden neuronunkban a kellős közepén ott van ez az irdatlan nagy könyv, értik, ami a genetikai állományunk, mert az minden sejtünkben ott van. És az a nagy könyv, amiről Jakob Böhme beszél, az annyi példányban van bennünk, ahány sejtünk van, és ha valaki ott felejti a büntet színhelyén a hajszálát, akkor abból DNS vizsgálattal meg lehet állapítani, hogy ő volt, vagy nem ő volt. És akkor ehhez nem kell kimenni az idegrendszerből, hanem inkább befelé kell menni, nem kifelé, és akkor tessék azt elképzelni, hogy valamikor az 1970-es évek közepén a Marburgi Egyetemen Fritz Albert Popp kezdett kutatásokat végezni a tanítványaival arról, hogy vannak bizonyos biofotonok, amik ilyen fénysugarak, ez egy ultragyenge, és ez úgy néz ki, hogy ezt a DNS bocsátja ki, ez egy ultragyenge sugárzás, ezt úgy tessék elképzelni, hogy milyen gyenge, hogy mondjuk innen 20 kilométerre meggyújtunk egy gyertyát, és amekkora fényereje van annak itt, ahol mi vagyunk. Értik? Hát az nem lehet nagyon erős. De közben kiderült, hogy ezek kijutnak a sejtből, és nagyon valószínű, hogy a sejtek ezekkel a biofotonokkal egymással kommunikálnak. De úgy kijutnak, hogy ennek ma már gyakorlati alkalmazása is van, mert bizonyos élelmiszer minőségvizsgálatoknál ezt a biofoton dolgot felhasználják. És akkor most gondolják el, hogy akkor egyszer itt kiderül, hogy a tetragrammaton az sugároz. Érted? És mi mind ott láttuk a templomban, és azt hittük, hogy az valami metafora, vagy ilyesmi. De ez tényleg szoros értelmében sugároz. Hát nem olyan erős fénnyel, mint ahogy... És akkor mi kell? Az kell, hogy kijön a sejtmagból az a sugár, és annyi, hogy legyen a sejtben egy olyan biofoton receptor, ami reagál erre a fotonra, ettől a sejtnek az állapota megváltozik, ettől rögtön küld egy idegimpulzust, és akkor az már ott van az idegrendszerbe, és akkor az az érdekes, hogy van ilyen fotoreceptor fehérje, az opszin, ami nagy mennyiségben pont az agyunkban van, amit nem lehet tudni, hogy mire való, mert hát a fény felfogni, hát a szemünk az arra. És mondom, ezt az elvet nem kell kitalálni, hogy a sejt megváltoztatja a foton hatására az állapotát, hiszen a retinánk pont így működik, hogy bejön a foton, a sejt megváltoztatja az állapotát, idegimpulzus, és akkor mi látunk.
És akkor most gondoljunk arra, hogy a kabbalában az egy érdekes dolog, ami Jakob bőménél is ott volt, hogy az Isten kinyilatkoztatja magát mi bennünk. És azt tessék megfigyelni, hogy az Isten sose úgy szokta kinyilatkoztatni magán, hogy kiáll és szól a néphez, nagy tömeghez. Mindig egy embernek nyilatkoztatja ki magát, és ez, ami a sejtmagtól az idegrendszerig, és az ott aztán olyan formát tud kapni, ahonnan az az ember aztán szimbólum formájában azt már ki tudja a többieknek nyilatkoztatni. És ami érdekes, hogy amikor az isteni kinyilatkoztatásról beszélnek, akkor a kabbalában lépten nyomon azt a szót használják, hogy emanáció, ami kisugárzást jelent, és az ő számukra az isteni kinyilatkoztatás az kisugárzás. És hát most ugye azt úgy képzelik, hogy a genetikai információ az az egyes fejlődés során lefordítódik idegrendszeri struktúrákra, és akkor kialakulnak azok a kapcsolatok, és mi már ilyen előre húzalozott aggyal jövünk a világra. De én egy kicsit se lepődnék meg rajta, hogyha egyszer kiderülne, hogy a viselkedésnek bizonyos összetevői, azok nem így, hanem közvetlenül genetikai irányítás alatt. Tehát az, amikor például egy folyamatot be kell indítani. Nem az olyasmi, hogy ismerjem meg, hogy ez most jó ennivaló, vagy nem jó, nem erről. Hanem például az olyanok, amikor valahonnan kell, hogy jöjjön egy olyan jelzés, hogy ha te fiú vagy, most már elég nagy vagy, és nézzél széjjel, mert nagyon sok szép lány van körülötted, érték? Amikor kicsi az ember, akkor még ebben nem foglalkozik. Tehát az ilyen jellegű dolgokra. Na most ez egy teljesen más dolog. De a vége az lesz, hogy a genetikai rendszer és a viselkedés rendszer közt nincsen olyan nagy különbség. Az ős ellenség képe. Hát tudjuk azt, hogy a sárkány, ami szinte minden kultúrában ott van, egészen addig, hogy még az inuitoknak is, tudják azok eszkimók, nekik is van sárkányuk, ők azt kikituknak hívják, és az nem jegesmedve, látni lehet, és az egy nagy kérdés, hogy miért van az embernek sárkánya. A képi ábrázolásai feltűnően hasonlítanak az őshüllőkre, az ilyen különféle szaurusz-félékre, tehát akkor egy kicsit a kígyóra is hasonlít. Mondom, hogy mindenütt megvan, hát amikor ilyet látnak, akkor a normál tudományban rögtön jó magyarázatnak látszik az, hogy kulturális átvétel. Hogy valahol ezt a hülyeséget kitalálták, és utána mások átvették, és utána még mások értik, de azért nagyon távoli kultúrákban is megvan ez a sárkány, és akkor, hogyha ennyien átvettek, akkor most az is felmerül, hogy onnan sokkal hasznosabb dolgot is át lehetett volna venni, de hát akkor miért kellett nekik egyes egyedül csak a sárkány, értik, mert az olyan furcsa. Hát ez egy tanulságos dolog, hogy az eredetére az a bevett magyarázat, hogy hát ugye leomlott valahol egy hegyoldal, és akkor a felszínre kerültek ilyen őshüllő maradványok, és akkor az emberek azt látták, és akkor ennek az alapján lett a sárkány. Most ez egy nagyon jó példa arra, látják, hogy a racionális embertudomány olyan, hogyha valami egy kicsit is nem talál vele, akkor borzasztóan kritikus, de bájosan engedékeny tud lenni saját magával szembe, amikor az a tét, hogy gyorsan legyen valamire egy magyarázat, hogy ne legyen az olyan idegesítő. Hát ez képtelenség, értik. Hát nézzék meg, ez egy fosszília, nem olyan nagyon régen találták Amerikában, a Bambi Raptor maradványa, aminek a paleontológusok nagyon megörültek, mert egy ritka teljes állapotában fennmaradt dolog. Na most, ha maguk ezt látják, akkor maguk mit gondolnak, hogy hogy nézhetett ki ez az állat? Hát semmi ötletük nincs, és akkor ezek azt képzelik, hogy ezelőtt 5000 évvel az ember meglát egy csontvázat, és akkor onnan rögtön tudja, hogy milyen a sárkány. Hát ha ez ilyen egyszerűen megy, hát akkor a paleontológián miért kell sok évig tanulni azt, hogy hogy kell egy valamit rekonstruálni,
Hát látszik, hogy butaság, de ez csak azért van ez a magyarázat, hogy legyen. Hát egyébként ezt kellett volna, hogy kitalálják hozzá, ami a rekonstruált dolog. Na most, hát sárkány. Itt az az érdekes, hogy ez 1373-ból való, Prágában van az eredetije, a másolatát itt biztos látták a Farkas utcába, és ez nem volt egyáltalán probléma, egészen a 19. század első harmadáig, mert ugye akkor felfedezték, hogy valamikor éltek ilyen őshüllők. Mert addig egyszerű volt, a sárkány az ilyen mitológiai lény, olyan nincs a valóságban, és akkor nézzük meg, hogy ez azért nem semmi. 1373-ban így most jobban látszik, de még jobban látszik, hogyha szép időben elsétálnak, és a Farkas utcában megnézik rendesen most már, mint sárkányt, hogy hogy is néz ez ki. És ez egy nagyon élethű ábrázolása egy őshüllőnek. Ez meg egy angliai kódexben. Itt három dolgot látunk, de még érdekes több. Ott bal oldalt látunk egy sárkányt, ami egy fa alatt van, látják, hogy milyen alakú az a fa. Hát az olyan életfaféle alakú, ez a perindens fa, a peridoxion, amiről azt mondták, hogy Indiában van. Ez persze a mitikus földrajzhoz tartozott, az India, és azok a galambok ott körül, azok lélek szimbólumok, és ez a sárkány azokat akarja elkapni. Itt jobb oldalt, itt is van egy sárkány, de ez nem szimbolikus környezetben van. Itt nincs életfa, itt nincs semmi, és különben is egy olyan rendkívül furcsa szerzet. Látszik, hogy ez a különbség a két sárkány közt, hogy milyen az, ami tényleg szimbólum, és mi az, ami ötletes kombinálás. Tehát az, hogy most rajzolunk valami érdekest, és világos, hogy nem kígyó, mert tudtak ezek kígyót is rajzolni, ha akartak, ott feljebb van is egy kígyó. Na most akkor azt tessék megnézni, hogy ez úgy néz ki itt bal oldalt, hogy két lábon jár, és olyan érdekes füle, vagy nem lehet tudni mi. Na most akkor tessék megnézni ebbe a társaságba, hogy ott van a mi sárkányunk bal oldalt fent, és teljesen beleillik. Ezek tudományosan rekonstruált őshüllők, és hát látják, hogy például a combja körül a forma, meg az, hogy ugyanúgy jár két lábon, meg az, hogy három ujja van. Hát mondjuk a farka az egy kicsit kunkori a többihez képest, de hát azt mondjuk meg lehet érteni. Egészen elképesztő a hasonlóság. Na most volt ilyen sárkány is, ennek szárnya van, de nem madár, mert a csőre helyett olyan kígyófejszerű feje van neki, az azért nem látszik olyan jól, mert ez annyira alatta van a perindens fának, a peridoxionnak, hogy az pont a feje tetejére van rajzolva az a fa, és olyan érdekes farka van neki, nem mint a madárfarok, hanem olyan hosszú, és a farka vége bojtos. És ezen kívül azt látjuk, hogy három ujja van, és a bal lábán valahogy az egyik lábujját úgy felfelé emeli, és olyan valószínűtlenül tartja, az lehet, hogy nem jelent semmit. Na most akkor nézzék meg, hogy ez meg ebbe a társaságba talál. Olyan kígyófejszerű fejük van, hosszú, viszonylag sima farkuk, és bojtos a farkuk vége, és az egyik lábúja az úgy felemelkedik, ez egy érdekes, ezek ragadozók voltak. Na most hát azt lehet mondani, hogy azért nem hasonlít annyira, mert hát az a sárkány az felfelé tartja a szárnyát, és a többi az meg lefelé, de hát gondoljanak arra, hogy ezek az emberek ilyen állatot soha életükben nem láttak. És embert biztos láttak eleget, értik, mert azt már csak kellett, hogy lássanak, és nézzék meg azt a jobb szélen azt az embert, hogy az hogy néz ki, hogy áll egy irányba, fog valami kardot, és a fejét úgy fordítja hátrafelé, ahogy ember nem képes a fejét fordítani. Szóval látják, hogy az se nagyon hasonlít az emberre, ahogy az embert ábrázolják.
Ezek meg maja és aszték, tollas kígyó, ezeknek is bojtos farkuk van. Ebben az az érdekes, hogy amikor legendákban van, akkor úgy beszélnek róla, hogy tollas kígyó, mert meg kell valahogy nevezni, de amikor nincs ott a megnevezés kényszere és ábrázolják, akkor rögtön lehet látni, hogy ez milyen, hogy ennek négy lába van, ez kígyónak nagyon érdekes, ugye? És ez egy nagyon fontos dolog volt. Ez egy ókori görög sárkány ábrázolás, mutatja, hogy miben áll a veszedelmes volta, éppen nyel le egy embert. Ez az ember a legenda szerint Jászón kellene, hát őt nem ette meg a sárkány egyébként. Jászón volt, aki elment Kolhiszba az aranygyapjúért, és hát Kolhisz az a mostani Szlovénia területén volt, és egy sárkány őrizte az aranygyapjút. Hát ennek olyan kígyószerű feje van, nem lehet látni, hogy miben folytatódik, ott sárkányról beszélnek. Na most ezt nem lehetett érteni addig, ameddig nem lett etológia. Az etológiai kutatások azt mutatják, hogy a legveszélyesebb ragadozó képe beleszületik főleg az emlős állatokkal, ami nagyon jó dolog, mert tessék azt elképzelni, hogy az emlős állat, különösen a kölyök az olyan, hogy kíváncsi fürkészik. Hát ha ő a ragadozót akarná úgy megismerni, hogy ez most vajon milyen, hát ő annak a tudásnak már nem fogja sok hasznát venni, értik? Mert a ragadozó megeszi, hanem az olyan kell, hogy legyen, hogy meglátom, és ijedjek jól meg, és pucoljak, ahogy a lábam bírja, de rögtön. A nagy kérdés az, hogy ez viszont hogy kerül a genomba? Mert sok mindent olvastam, de sehol nem olvastam egy árva sort arról, mert valahogy úgy veszik, hogy az ilyesmit azt a darwini szelekció, hogy ugye keletkeznek véletlenül változatok, amelyik előnyös, az fennmarad, de hogy mondjam, én nagyon sok mindent el tudok hinni. Eddig már lehet, hogy az az érzésük, hogy még többet is el tudok hinni, mint amennyit szabad lenne. De azért mindent nem tudok elhinni, értik? Én a lehetetlenséget azt nem tudom elhinni, mert az képtelenség, hogy egy ragadozó kép az úgy jelenjen meg, hogy véletlenül ott mindenféle képek keletkeznek, amivel vele születik, és ami abból jó valamire, akkor az hasznos lesz. Hát véletlenül bármi születhet, értik? Hát mi az akadálya annak, hogy 5000 évvel ezelőtt szülessen egy olyan nyúl, amelyiknek ott van a genetikai memóriájában az én mobiltelefonomnak a képe. Értik? Mert bármi lehet véletlenül, és hogyha ott van, és semmi bajt nem csinál, akkor az tovább másolódik, és valami eszméletlen nagy szeméthegy lenne ott ilyen képekből, az nem lehet. Hanem én úgy gondolom, hogy ez csak úgy lehetséges, hogy ezek szeretik a fele barátjukat, értik? Mert a fajtársukat, és akkor, amikor azt látja, hogy az a rettenetes vadállat, az eszi meg az ő fele barátját, az ő fajtársát, akkor az valami olyan iszonyatos borzalom, mint látvány, és egy akkora nagy stressz, és olyan halálközeli élmény, és minden, és ebbe a rendkívüli helyzetbe az történhet, hogy ő nem egyszerűen a saját memóriájába írja be azt a képet, hanem valamilyen módon a genetikai állományába, hogy az utódaival már szülessen vele, mert így én ezt elbírom képzelni. Az, hogy ez hogy történik ténylegesen, milyen folyamatokon keresztül, azt majd a biológusoknak érdekes feladat lesz megmagyarázni, mert nem mindent nekem kell megmagyarázni. Én csak azt mondom el, hogy az úgy nem lehet, ahogy azt elgondolják, vagy egyszerűen el se gondolják, mert nem gondolkoznak rajta. És ez azt mutatja, hogy a genetikai rendszer felé is van egy kapcsolat a viselkedésrendszertől, és nem csak a genetikai rendszertől, a viselkedés felé. És ez a sárkány, ez nekünk ősrégi ragadozó képünk lehet, ami nem semmi, mert 65 millió évvel ezelőtt a sárkányok kipusztultak, az őshüllők. A mi ősünk akkor egy olyan nagyobb egér, olyan cickány nagyságú emlős állat volt, és akkor
Most az a kérdés, hogy de 65 millió év az borzasztó sok, miért tartjuk ezt még mindig ott? Hát azért, mert a ragadozó kép idővel lecserélődhet, mert változik az ökoszisztéma, más ragadozó jön, de ezek lassú folyamatok, értik, és akkor a funkcióváltás, az, hogy az kevésbé funkcionális lesz egy másik, ez viszont nem lassú folyamat volt, mert 65 millió évvel ezelőtt a dinoszauruszok meg ezek az ősüllők azért pusztultak ki, mert becsapódott a Földre egy kisbolygó méretű meteorit, és az kidobott a világűrbe akkora mennyiségű port, hogy úgy 2-3-4 évig a Földnek gyűrűje lett, mint a Szaturnusznak, úgy nagyjából az egyenlítő mentén. Egyébként meg is találták ennek a maradványait az egyenlítő mentén, óceánfenekén is, meg mindenfelé. És mi történt? Az, hogy volt egy gyűrű, és akkor télen, itt az északi féltekén, amikor amúgy is hideg van, az északi féltekét az a gyűrű még leárnyékolta. Nem jött a napsütés, még sokkal hidegebb lett. Nyáron a déli féltekét, és ezt a nagy klímakatasztrófát ezek az ősüllők nem bírták átvészelni, és néhány év alatt kipusztult az egész ősüllő menazséria, és a sárkány képe az minden átmenet nélkül vált funkciótlanná. Onnan kezdve akkor már semmit nem lehetett csinálni, ez belénk szorult ez a sárkánykép, és akkor ezt hozzuk magunkkal. És akkor a ragadozó kép az bennünk egy részletesen kidolgozott kép, mert az úgy funkcionális, mert hát van olyan, hogy hát ugye a két szem az egy olyan, a két szem az jó arra, hogy ha látok olyan alakzatot, akkor rögtön figyeljek oda. De a ragadozót azt rögtön fel kell ismerni. Az nem egy nagyon jó dolog, hogy meglátom a ragadozót, és akkor előbb még egy találós kérdést fejtsek meg, hogy ez hogy van, és akkor utána szaladjak, hanem az olyan kell, hogy legyen. És ennek ma is megvan a viselkedésbeli következménye a kígyótól való ösztönös irtózásban, ami nem félelem, hanem irtózás. Az nagyon érdekes. Sokan vannak, akikben még a tévébeli látvány is kiváltja azt az irtózást, hogy úgy összeborzong tőle. És az az érdekes, ez a csimpánzoknál is megvan, és pontosan ugyanolyan felállásban, ahogy az embernél. Hogy a legjobban a felnőtt nők irtóznak, mert ő rögtön meg kell, hogy ijedjen, hogy azonnal kapja a kölykét és fusson vele. A férfiak azok nem annyira, mert a hím, aki erősebb és gyorsabb, az még egy kicsit fedezi a család menekülését, és a kisgyerek az nem irtózik. És az nem is kell, mert ha a kölyök is megijed, és ő egyedül elszalad rögtön, ő neki semmi esélye egyedül, őt megfogja az enni. Azt jobb az anyukája, vigye csak el biztonságba. És akkor az a kérdés, hogy mit tudhatunk mi ezzel csinálni, kell vele foglalkozni, muszáj. Az egyik az, hogy mitoszban mondjuk el, hogy mit érzünk, sárkány mitoszok. Mesélünk róla, lesz belőle népmesei figura. Azután vizuálisan megjelenítjük. Ez az archetipusnak a művészi feldolgozása, vagy pszichoanalitikus terminussal a sublimálása. Na most ez egy igazi jungi archetipus, értik ez a sárkány. Vagy vallási szimbólumként használjuk fel. Mégpedig hát a sárkány kígyó az görögül ugye a drákon, és ez érdekes, hogy a derkomai drákein görög szóból jön, ami a tisztán látni, ige. Ebből ugye a latin dráko, draconis, sárkánykígyó, innen a románban már a drák az az ördög, és tényleg jól el van találva, az ördögre szoktuk mondani, hogy az az ős ellenség. Hát ez tényleg az ős ellenség, érték, ez a 65 millió éves ős ellenség kép, ami ott van, vagy az is lehet, hogy kulturálisan átértelmezni. Kínában például meg van szelídítve kulturálisan, ez ott egy jó szívű, kedves jószág, és teljesen másokat mondanak róla, vagy itt van ez a dinománia.
ami a mi korunknak a jellemzője, hogy például film lesz belőle, a Jurassic Park, rengetegen megnézték, mindenki látni akarta az őshüllőket, vagy őshüllő figurák, mint játékszerek, ilyet biztos láttak, ilyen kicsit dinó játékok, rajzfilm figurák, a süsű, na az is a jóságosra formált sárkány, de az fontos. És a satöbbi azért van ott, hogy nehogy azt higgyék, hogy most ezzel befejeztem, hogy mindent felsoroltam, mert nem soroltam fel mindent. Na most én ezt az egész sárkány dolgot 1989-ben már megírtam, de a Bukaresti Hétnek a TET című tudományos mellékletébe írtam meg, és azt meg úgy látszik, hogy nem olvasták a biológusok, pedig én már ott megírtam, hogy ez bizony a mi ragadozó képünk kell, hogy legyen, de még azt is megírtam, hogy ez nem lehet ilyen egyszerű véletlenen alapuló darwini szelekcióval, hanem ez egy saját mechanizmusa van. Na most akkor, hát utána aztán 2000-ben megjelent David Jonesnak a Sárkány ösztön című könyve, amiben azt mondja, hogy a sárkány alapja az, hogy a majmoknál is van egy ilyen ösztönös félelem a leopártól, a kígyóktól és a nagy ragadozó madaraktól, és akkor ő azt úgy képzeli el, hogy ezeknek a képeknek a kombinálásából valahogy áll össze a sárkány. Hát én ettől eléggé csóváltam a fejemet, tetszenek tudni, mert az a helyzet, hogy abban a rendszerben, amiről itt van szó, ott nincs kombinálás, egy. És a másik meg az, hogy én nem bírom azt elképzelni se, hogy a leopárd, a kígyó és a nagy ragadozó madarak összemixeléséből ki lehessen hozni azt a hihetetlenül pontos sárkány ábrázolást, amit ott az angliai kódexbe mutattam. Ő ezt így képzeli, és hát ez egy nagyon szelíd dolog volt, mert csak úgy közvetlenül az emberi válásunk előtre vezeti, nem mondott olyan borzalmat, mint én, hogy 65 millió éves, és még ennek ellenére is hát lesújtó kritikákat kapott a szaklapokban, mert ez a racionális tudomány az ilyet nagyon nem szereti. Na most akkor a tanulság az, hogy az evolúció tudománynak az egyik alaptétele az, hogy semmi sem vész el nyomtalanul, ami valaha is ott volt az evolúciós történetünkben. Vagyis azt jelenti, hogy minden, ami ott volt az evolúciós történetünkben, az valamilyen módon ott van bennünk. És ebből nagyon sok minden szimbolikusan ki is fejeződik, hiszen hogyha az intuitív tudás még a legmélyebben levő genetikai kódnak a szerkezetéhez is hozzáfér, akkor gyakorlatilag mindenhez hozzáfér, ami ott van bennünk. És a szimbólumok vizsgálata az fontos, vagy legalábbis ötletadó forrás lehet az evolúciós múltunk és önmagunk megértéséhez. Mert van egy nagy evolúciós történetünk, amire nekünk nincs semmi adatunk odakint. És idebent meg rengeteg adat van, értik? És úgy nem tudjuk tanulmányozni, ahogy bennünk van, de mikor a szimbólum formában ki van nyilatkoztatva, akkor ott már azt tudjuk tanulmányozni. És akkor bizony itt érdekes dolgok vannak. Mert mi van akkor, hogyha most valami nagyon meredek dologgal fejezzem be azért, hogy akkor mehessenek egy meredekkel haza. Mi van akkor, hogyha még azt is komolyabban kellene vegyük egy rálegyintésnél, amit Jakob Böhme mond, hogy mi azt az irdatlan nagykönyvet tudjuk olvasni. Mert ő azt olyan természetesen mondja, hogy olvassátok azt a könyvet, és fel sem merül, hogy az milyen nyelven van írva, hogy meg fogjuk mi azt érteni. De hát az normális, az élet anyanyelvén van írva, a genetikai kódnak a nyelvén, és azon a szinten, ahol az intuíció ahhoz hozzáférhet, hát normális, hogy érteni fogja. És miből lehet arra gondolni, hogy tényleg elképzelhető, hogy tudjuk olvasni valamilyen módon a saját evolúciós történetünket. Hát beszéltem a múltkor maguknak, hogy ott van az intuitív tudásban
az, hogy mi bűnbe estünk, a bűnbeesésnek a története. És nagyon pontosan meg van mondva, hogy az miért lett katasztrófa, hogy annak milyen következményei lettek, és gondolják el, ez a történet tulajdonképpen miről szól? A beszéd kialakulásáról és a fogalmi rendszerünk kialakulásáról, és nekünk olyan szájhagyományunk nem lehet, ami arról szól, hogy hogyan alakult ki a beszéd, hiszen amíg nincs beszéd, addig nincs mivel kulturálisan hagyományozni, és bizony ott nagyon sok minden van, ami az evolúciós történetünkről szól. Mert emlékeznek arra, hogy a bűnbeesés és a paradicsomból való kiüzetés után mi az első nevezetes történelmi esemény? Tudják mi? Hát amiről beszéltem itt, hogy a fajtás azonosításának az elbizonytalanodása, és az első dolog, ami történik, az, hogy bizony Káin megöli Ábelt. És az katasztrófa. És látják, hogy mennyire ott van, hogy ez már a konvencionális rendszer működése, mert amikor az Isten azt kérdezi tőle, hogy hol van Ábel, a te atyád fia, akkor ő már a konvencionális rendszeréből válaszol, mert mit mond? Azt mondja, hát mi, hát őrizője vagyok én az atyám fiának. Van erre előírás, szabály, hogy én kell, hogy jázzak rá. Ez látszik, hogy a szociális normarendszer felől jön a válasz, és akkor az intuitív evolúciós történet szerint itt az következik, hogy a Földön elhatalmasodik az erőszak, az ott le van írva, hogy elkezdik az emberek egymást öldösni, és akkor az Isten, amikor látja, hogy mi lett ebből, mert az evolúció az vak, az nem lát előre, hogy miből mi lesz, és akkor itt egy döbbenetes dolog van, mert tessék megfigyelni, hogy a kinyilatkoztatás istene az nem is hasonlít arra az Istenre, amilyet a papok kitaláltak. Mert a teológusok meg a papok kitaláltak egy olyan Istent, aki mindent tud előre, hátra, értik. És itt egy teljesen más Isten van, mert amikor látja, hogy ő megteremtette ezt az embert, de most már mi lett belőle, akkor azt mondja, hogy bánom, hogy embert teremtettem a Földre. Most gondolják el, aki mindent előre tud, hogy tudhat az valamit megbánni. Ez nem az az Isten. Ez egy olyan Isten, aki maga is egy evolúciós folyamatnak a része, ami teljesen normális, mert ez a tetragrammaton bennünk érték. És megbánja, és azt mondja, hogy elpusztítom a Föld színéről, és elpusztítja, mert az a vadember volt, értik? Az a vadember volt, erőszak, egymást kezdik öldösni, és nagyon leromlott az energiagazdálkodás, mert az úgy volt, hogy tényleg az lett, hogy innentől kezdve aztán arcodnak verejtékével, mert mi van? Attól a naptól, ahogy Káin megöli Ábelt, megjelennek a katonai kiadások, értik? Mert védelmi rendszer kell, mert az embernek egy ugyanolyan hatalmas ellenfele lesz, mint amilyen ő maga, és akkor egy populáció fennmarad, nevezzük Noénak ezt a populációt, mert Noé már a szelíd ember populáció, aki hozzáfér a lelkének az erőforrásaihoz, meg a bölcsességéhez, és azt mondja, hogy mert Noé az Istennel járt, és normális, és akkor az fennmaradt. És mi a szelíd embernek vagyunk a folytatói, és szelíd emberek vagyunk, de semmi se vészel nyugtalanul, ami valaha is ott volt az evolúciós történetünkben, és a vadember is ott van bennünk, tetszenek érteni? És nagyon közel van, mert az evolúciós történetünk közvetlen megelőző lépése, és oda nagyon könnyű rossz szimbólumokkal lehet mozgósítani bennünk a vadembert, és amikor annak örülünk, tetszenek érteni, hogy leleplezték a nagy nemzeti hősnek a szobrát, aki annyi ellenséget megölt, akkor az a vadembernek az öröme ámben, azt tudni kell. De mi a szelíd ember vagyunk. Úgyhogy akkor most szelíd emberként mehetünk haza. Köszönöm szépen, viszontlátásra!